2019-ben a Medinai Református Leányegyház közösség pályázatokat nyújtott be a Magyar Falu program keretein belül. Az üresen álló parókiák támogatása című pályázaton 22,79 millió forintot, míg az egyházi kulturális programsorozatra 5 millió forintot nyertek. Így tudták megvalósítani a 8 bibliai témájú előadásból álló sorozatot a felújított református parókián. Körülbelül kétharmada ment a parókiára, 15 millió forint, 5 millió forintot nyertünk el az egyházi kulturális programsorozat megvalósítására, illetve az illetékes technikai eszközök beszerzésére, egyharmadának egy része pedig a közművelődési szakember bérére, programszervezésre. Az augusztus 29-én megtartott előadás témája bibliai étkek és étkezés volt, amit a neves kutató és biológus, a Nemzeti Botanikus Kert kurátora Fráter Erzsébet tartott az érdeklődőknek. A Bibliát, hogyha valaki olvassa, akkor lépten nyomon belebukkan ebbe a témába, hogy mit ettek, hogy ettek, milyen módon ették, hogy az ételeknek milyen szimbolikus jelentőségük van. Erről hoztam egy kis csokorral, úgyhogy erről szeretnék itt beszélni a hallgatóságnak. Az utolsó előadást a Bor és a Szőlő kapcsolata a Bibliában címmel tartják szeptember 12-én a Medinai Református parókián.